Még hogy nem figyelik az árakat a magyar autósok, szerdán a régen várt hatalmas áresés után óriási volt a forgalom Győr legolcsóbb benzinkútján. Sorban álltak a járművek, mindenki tankolni akart, persze a már 9 forinttal olcsóbb 95-ösből. Annyira figyelem, hogy pont kaptam egy fülest, hogy ma olcsóbb lesz. Egyébként muszáj mindig így tankolnom, hát így próbálok spórolni, ennyi. Ezúttal 3-ból 3 sofőr is azt mondta híradónknak, hogy minden pénz számít, ezért direkt a csökkentés utáni időpontra tolták a tankolást. Igaz, csak néhány százast, legfeljebb egy ezrest lehet spórolni az olcsóbb benzinnel, de úgy tűnik a győri autósoknak tényleg számít, hogy mennyibe kerül a benzin literje. Konkrétan megmondom, hogy szintén tegnap hallottuk, hogy ma 9 forinttal lejjem a benzinára, úgyhogy megvártam a mai napot, és azért jöttünk ma tankolni. Igen, szoktunk figyelni rá minden alkalommal. Főleg akkor nem mindegy, hogy mennyiért adják az üzemanyagot, ha a családnak több, ráadásul nagyobb autója van. Ebben az esetben a havi üzemanyag pénzből másra lehet spórolni. Ilyen 60 ezerért biztos szokunk tankolni, az a minimum 60 ezer. Most azon mit tudunk spórolni? Pár ezeret? Pár ezer forint. Cigarettapénz meg lesz belőle. Szerdán a 95-ös 9, a gázolaj pedig 3 forinttal lett olcsóbb, de a pozitív tendencia úgy tűnik folytatódhat is a magyar kutakon. Elemzők szerint a finomított kőolaj termékek ára esett a piacokon, a forint árfolyama pedig erősödött, így a következő hetek újabb árcsökkentésről szólhatnak a töltőállomásokon. Azt azonban most már senki sem meri megjósolni, hogy a nyár végére hogy alakul az üzemanyagok ára, inkább marad 400 forint körül, vagy elkezd újra 300 felé húzni.